A Midjourney hozzáadta a személyre szabás menüpontot a weboldalhoz, amivel minden eddiginél könnyebben alakíthatjuk a képeinket a saját stílusunkra, amit kedvelünk. Ha még nem a testre a Mid journey t mindenképpen tedd meg, sokkal jobb lesz tőle, tényleg sokkal jobb képeket fogsz kapni. És most már könnyebb is ezt megtenni, csak menjünk a Midjourney weboldalam miután beléptünk a Personalize menübe, és kattintsunk a Tanítás indítása gombra, ehhez még hozzáadtak egy ilyen kis szintlépő rendszert is, ami folyamatosan motivál minket, hogy folytassuk. Itt láthatjátok, hogy most a negyedik szinten vagyok, és hogyha teljesítem ezt a szintet, akkor kapok még két órát, amit pluszba az előfizetés mellé kap az ember. Tehát mindig, amikor teljesítünk egy szintet, akkor plusz órákat kapunk érte, itt írja, hogy mennyi képet kell még rangsorolni, és választani, hogy melyik tetszik jobban, körülbelül mennyi ideig tart, illetve a személyre szabást, ha itt bekapcsoljuk, akkor a, a Create menüpont alatt, amikor generáljuk a képeket, akkor itt átállítódik bekapcsolt állapotúra, tehát ez a kettő összefügg egymással. Elindítjuk a tanítást, a Start Teaching-el, feljön kettő darab kép, ez eddig ilyen rangsorolás, ilyen ranking volt, tehát nem ez volt a menüpont neve, tehát nem ilyen címen futott, most már pontosan ez az értelme, hogy személyre tudjuk szabni a generálást, hogy pontosan olyan képeket kapjunk, amikor képet készítünk, ami nekünk a leginkább tetszik. Tényleg nem kell túlságosan válogatósnak lenni, csak válasszuk azt, amelyik esztétikailag jobban tetszik. Mondjuk kiválasztom ezt, az nekem jobban tetszik. Itt mondjuk ez a csontváz, teljesen jó. Hogyha nem tetszik egyik kép sem, akkor a jobb felső sarokban a skipre rákattintva ki tudjuk hagyni, hogy nem akarunk abból a kettő képből választani. És csak végig kell menni ezeken a képeken, kiválasztani a kedvenceinket, és a Mid Journey az elkezd tanulni, itt látjátok, most már 1003-at ír ki az 1500-ból. A minden utatításunkkal jobb lesz tőle, csak csinálni kell. Ha eljutunk 200 képhez, akkor már nagyon jó eredményeket fogunk kapni a személyre szabásban. Most látjátok, 1000-nél tartok, de hát ha elérjük a 200-at, akkor elkezd már rendesen működni, ha körülbelül ezerig eljutunk, akkor már tényleg csak na nagyon jó lesz, csak kattingatni kell. Mutatok is példát, hogy ez mit is jelent, hogyha már ezer képnél tartunk abban, hogy melyik tetszik inkább jobban. Itt van például egy prompt, amivel legeneráltattam egy ilyen homokos tengerpartot, ahol kagylók vannak szétszórva. Láthatjátok, hogy ez a személyre szabás nélkül, és így néz ki személyre szabottan. Tehát teljesen más a homoknak az elrendezése, teljesen más, ahogy a kagylókat elrendezi, és tényleg én nekem ezek jobban tetszenek, tehát inkább ilyet szerettem volna generáltatni azzal a promptal, mint ez a fajta. Akkor itt van egy másik kép, itt van egy kalóz, én nem szoktam nagyon olyan képeket generáltatni, vagy e, e, lájkolni, like amire ennyire közel van az arc, és itt látszik is, hogy sokkal távolabb helyezte a Kaloszt, mint a szemérszabást nélküli képeken. Illetve sokkal több ilyen effekt is van rajta, főleg a jobb látni azon a képen. Akkor itt van például egy autó, ami száguldozik az esőben, és látjátok, hogy itt van oldalról látunk, hátulról autókat, itt szembeforgalom is van, itt megint előről látjuk, és a személyre szabást, ha bekapcsoljuk, akkor nekem ez a preferenciám, hogy a kocsikat hátulról látni, ahogy száguldanak előre, úgyhogy tényleg teljesen megváltoztatja azt, ahogy eddig generáltad a képeidet. A Discordnál is természetesen élez láthatjátok, itt van az alapértelmezett generálás, amikor nem írtam be utána, hogy Personalize legyen. És ha beírjuk azt utána, hogy minusz, minusz, "-p", tehát beírjuk, hogy per Imagine, és azt mondjuk, hogy Fox in the Forest, és ha szeretnénk, hogy a személyre szabad legyen, akkor minusz, minusz "-p". És ennek a hatására, már amikor generálja, ide rakja mögé azt a kis kódot, ami hozzánk tartozik, és ezáltal a személyre szabott modellünkkel fogja kiegészíteni az ő saját modelljüket, és sokkal inkább olyan képeket fogunk kapni, amiket mi jobban szeretünk, és jobban tetszenek nekünk. Gyere, meg is nézzük, hogy milyen lett a végeredmény. És közben legeneráljuk ugyanezt. P nélkül. Na, nem így. Igen, ezek ilyen kis rajzosak lettek. Ezek tetszenek. Van ilyen kis élethű. Ilyen rajzos, ilyen nagyon egyszerű, érdekes, mert elég nagy a szórás a képeknél, de azért van egy egységes stílus, ahogy, ahogy kinéznek ezek a képek, tehát ugye ez volt az én személyre szabott modellem alapján, generált négyes képpak, és ez pedig a személyre nélküli, ide érdekes mód, több ilyen élethűnek látszott beted, de például itt a bal felső meg a jobb alsó nem tetszik annyira, mint ahogy ez a négy személyre szabott kép tetszik. Úgyhogy tényleg jól dolgozik, használjátok, próbáljátok ki mind a kettővel, hogy megadjátok a minus minus pét és anélkül is, és akkor látni fogjátok, hogy milyen különbség van a generált képek között, és lehetőleg minél több képnél döntsétek el, hogy melyik tetszik jobban, hiszen folyamatosan javítjátok ezzel a modelleteket, ami a ti saját személyes stílusotok, illetve nem elhanyagolandó, hogy mindig kapunk ingyen órákat is, hogyha teljesítünk egy szintet. Köszönöm, hogy itt voltatok és megnéztétek, hogyha tetszett, akkor kérlek lájkoljátok like a videót, illetve osszátok meg másokkal. Ne felejtsétek el, hogy van az MPRM Pintja YouTube csatornának egy Discord szervere, ahol szeretettel várunk mindenkit, és itt meg tudtok osztani képet, hangos szöveget, videót, amit készítettetek, vagy hogyha bármiben elakadtatok, akkor azt meg tudjátok kérdezni, és mindig lesz valaki, aki segít. És szeretném megköszönni a Patreonos és a YouTube-os támogatóknak, nélkülük nem jöhetne létre a csatorna. Ha még nem iratkoztál fel az Emperem Pintja YouTube csatornán, akkor ezt mielőbb tedd meg, hiszen. Rengeteg rengeteg mesterséges intelligenciával kapcsolatos videó érkezik, folyamatosan, illetve már rengeteget találni. Ne felejtsétek el, hogy ha valami konkrétat keresel, akkor ott a kereső, mert nagyon-nagyon sokszor meg fogjátok találni azt, amivel kapcsolatban videót szeretnétek, vagy egy bemutatót megtekinteni. Köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok!